5 hektáron évente 2000 tonna paradicsomot termelnek ebben az üvegházban, amit Győr mellett alakítottak ki. Az avató ünnepségen Nagy István agrárminiszter kiemelte, az itt termelt zöldséget csak idehaza értékesítik. Az ultramodern létesítményben 4 fajta, összesen 150-200 ezer paradicsomtő található. Nekem kell levágni? Igen, és akkor megkérünk a miniszterudatra. Az első fürt paradicsomot az agrárminiszter metszette le. Az ilyen üvegházak komoly erőforrást jelentenek a hazai zöldségtermesztésben. Az utóbbi hetek, hónapokban több ilyen alkalommal is volt szerencsém részt venni, és látom azt, hogy mindaz a technológiai fejlődés, mindazok a szavak, amelyek abban nyilvánulnak meg, hogy azt mondjuk, hogy versenyképességre van szükség, hogy technológiai megújulás, automatizáció, robotizáció, digitalizáció, az a valóságban ilyen beruházásokban testet ölt. Megható érzés látni azt, hogy mindaz, amit szeretnénk, ami felé akarunk haladni, azok gyakorlatban lépésről lépésre tudnak megvalósulni. A miniszter hozzátette, hosszú távon csak az ehhez hasonló, magas színvonalon termelő üzemek maradnak versenyben. A Greencoop Hungary Kft. A szlovákiai Greencoop szövetkezet tagja. Bindi Zsolt, a szövetkezet elnöke elmondta, hogy Szlovákiában összesen 20 hektáron évi 10 000 tonna paradicsomot termelnek. Győrben a fogyasztók körében is nagyon népszerű fürtös, koktélcseri és datolyacseri paradicsomot szüretelik egész évben, a technológiának köszönhetően szinte folyamatosan. Hittünk abban, hogy partnerségi viszonyt kell ápolni elsősorban a természettel. Ezért minden üvegházunkat geotermikus energia fűti, ezért gyűjtjük az esővizet, ezt megpróbáljuk nagyon gazdaságosan a víz minden cseppét felhasználni. Megpróbálunk biológiai növényvédelmet használni, és még sorolhatnám. Ennek az üvegháznak, 5 hektáros az üvegház, a CO2, tehát a széndioxid kibocsátása 4000 tonnával kevesebb, mint mondjuk egy holland vagy egy lengyel vetélytársunk, amire nagyon büszkék vagyunk. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezt a partnerségi viszont nem csak a természettel, de a külvilággal, a fogyasztókkal is fenn kell tartani, és ezért örülünk annak, hogy Magyarországon is új partnerekre álltunk. Győr polgármestere arról beszélt, hogy a városban olyan körülményeket alakítottak ki a vállalkozások számára, amelyben eredményeket és sikert tudnak elérni, többek között ezért csökkentették az iparűzési adót is. Persze azt mindenki tudja, hogy ebben a városban elsősorban a járműgyártás az, ami erős. Ugyanakkor pedig az is biztos, hogy egy városnak, egy térségnek több lábon kell állnia. Az elmúlt időszakban bizonyították azok a vállalkozások, akik nem csak direktben a járműgyártáshoz kapcsolódtak, új cégek alakultak, hanem a szolgáltatásiparban, vagy éppen most az agráriumhoz, a mezőgazdasághoz kapcsolódóan 21. századi beruházást valósítottak meg. Az üvegházban megtermelt évi 2000 tonna paradicsom 98%-át idehaza értékesítik, ezzel folyamatosan friss termékekkel látják el a piacot. Azt hiszem, sokan vagyunk így, akik szeretjük magát a terméket is, a paradicsomot. Főleg úgy, hogy Magyarországon, itt Győrben kerül előállításra, és magyar piacon is kerül értékesítésre, nemzetközi, illetve hazai bolthálózatokban. Mit is kívánhatnék az itt dolgozó 35 főnek, illetve természetesen a tulajdonosoknak? Azt kívánom, hogy folytatódjon ez a sorozat, ez a sikersorozat. Az üvegház megnyitásával 35 új munkahelyet teremtettek, de a szedés időszakban június és augusztus között további 15-20 idénymunkást foglalkoztatnak. Olyan emberek kezdtek vállalkozásba, akik egyrészt építkeznek, másrészt folyamatosan ültetnek. Tehát olyan példát állítanak elénk, ami egyszerű halandóknak követendő. Lelkesek, kitartóak, bátrak, és megtalálják azokat az embereket, miniszter úrban, polgármester úrban, képviselő úrban, akik ezeket az elképzeléseket támogatták. A Greencoop szövetkezet a 2,5 milliárdos beruházáshoz a kertészeteket támogató Európai Uniós pályázaton 500 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert.
Bármilyen szakmát megismerhetnek a pályaválasztás előtt állók, vagy akár a váltani akarók is abban az új digitális közösségi alkotóműhelyben, amely az országban harmadikként Szombathelyen is megkezdte működését. A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum mintegy 550 millió forintos uniós pályázati támogatást nyert az iskolai lemorzsolódás csökkentésére. A projekt része egy labor is. Beszédszintetizátor, 3D-s nyomtatók, korszerű faipari oktatógépek, ez a mini CNC marógép, vagy akár ez a varrógép is segíti a tanulni vágyókat az alkotóműhelyben, hogy megismerhessék és el is sajátíthassák a különböző szakmákat. Ezek a műhelyek, úgy is szoktuk hívni őket, hogy a műhelyek vegyesboltja, egyszer az összes technológia jelen van. Ezeket prototípus technológiáknak hívják, ami azt jelenti, hogy nagyon pici, nagyon kicsi méretű eszközöket lehet vele csinálni, nem alkalmas sorozatgyártásra, de minden tud, amit az ipar tud. Tehát például van itt egy CNC maró, amelynek körülbelül 60-40 centis a munkaterülete, minden bútor ilyenen készül a világon ma már. Viszont azok több százmillió forintosak és óriási, akár házni munkaterületűek. Ez a kicsi gép, ez kitűnően alkalmas arra, hogy gyakoroljunk, megtanuljunk vele dolgokat, kisebb alkotásokat hozzunk létre, és amikor már magabiztosak vagyunk, és már tudjuk, hogy mit akarunk csinálni az élettől, mit akarunk alkotni, akkor elmenjünk az iparba, és ott vállalkozzunk, és sikerre vigyük magunkat és a közösségünket. Korszerű gépek és informatikai eszközök, laptopok is rendelkezésre állnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum a Szakképzési Intézményrendszer átfogó fejlesztése című projektjének köszönhetően. Ez a pályázat alapvetően a tanulók lemorzsolásának csökkentése érdekében jött létre, összértéke 550 millió forint, azonban ennek egy kis részét képezi csak a DKA labor, amit elsődlegesen arra a célra szánunk, hogy alkotóműhelyként működjön, illetve pályarentációba szeretnénk használni. Uniós cél, hogy a tagországokban az iskolát végzettség nélkül elhagyók számát 10% alá csökkentsék. Régiónkban ez az arány kisebb ennél. A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum a pályázati projektjének keretében tovább minimalizálná a lemorzsolódást. Azt vallják, a diákok is szívesebben tanulnak, ha korszerű technikai feltételek állnak rendelkezésre. Ez a műhely körülbelül 20 millió forintba került a berendezésekkel együtt. Ehhez kapcsolódik egy képzés is, pedagógus akreditált továbbképzés, 15 pedagógust jelentettünk be a képzésre. Illetve hát a pályázatnak a nagyobb tartalmi részei azok a pedagógusoknak a módszertani képzései, tanulóknak különféle képzéseket fogunk biztosítani, például drogprevenciós képzést, tanulmányutakat szervezünk a gyerekeknek, illetve volt egy infrastruktúrális beruházási része is, amiből körülbelül 180 számítógépet vásároltunk, ugyanennyi tabletet, tehát minden iskola részesült a projektből. Összességében 6 LEGO robotot vásároltunk, ezek egyenként 1,8 millió forintba kerültek. Itt a laborban csak egy van, ellenben azoknak az iskoláknak, akik informatikával foglalkoznak, vagy a képzéseikben az informatika jelentősen megjelenik, ott is egy-egy robotot helyeztünk üzembe. A projekt támogatásával módszertani és eszközfejlesztések is megvalósulhattak a szakképzési centrum mind a 8 tagintézményében. A program kiemelt célja, hogy az intézmények kulcskompetenciák megerősítésével, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer kialakításával tegyék eredményesebbé a szakképzést, növeljék az iskolai teljesítményt, a diákokat felkészítsék a napjainkban már elengedhetetlenül szükséges egész életen át tartó tanulásra. Hangulatos délutáni piknik keretében búcsúztak a gyermekek és szüleik a Veszprémi Egri úti körzeti óvodától. Az 1975-ben épült létesítményt ugyanis hamarosan elbontják, egy korszerű új óvoda épül a helyén. Az építményt 15-20 évre tervezték, most 44 éves. A falai repedeznek, elavult a csatornarendszer, a tetőszerkezet, a leromlott állaga miatt a problémák szinte mindennaposak voltak. Az önkormányzat uniós források bevonásával közel 1 milliárd forintot költhet az óvoda újjáépítésére.
A jelenlegi terület teljesen átalakul, hiszen az egész mostani épületet lebontják, és egy kétszintes épületet fogunk kapni. Alul lesznek a gyerekek számára a kiszolgáló helységek, illetve a konyha, az emeleten pedig az irodák, illetve a nevelő testületnek a nevelői szobája, a felnőtt öltözők kerülnek kialakításra. Az Egri úti körzeti óvodában jelenleg 230 gyermek jár. A 11 csoportot várhatóan július végétől költöztetik majd ki. Ezt követően indulhat el az újjáépítés, amelynek nem csak az óvoda munkatársai, de a szülők is nagyon örülnek. Amit láttam már itt a városban, több óvodát is felújítottak, és nagyon szimpatikus, hogy hatalmas nagy ablakok, nagy zöld terület állt rendelkezésre, ilyen EU szintű játszótereket biztosítanak a gyerekek számára. És hát itt is élvezik a gyerekek, és azt hiszem ez inkább a szülőknek fontos, hogy biztonságban tudják a gyerekeiket az udvaron is, és bent az óvoda falai között is. Illetve hát maga az esztétika, hogy hát egy gyönyörű, szép új illatú óvodát kapjanak a gyerekek. Új óvoda épül egy másik városrészben is. Állnak a falak, készül a tetőszerkezet, van, ahol már a nyilázárókat is beépítették. A kivitelező még javában dolgozik a munkaterületen. A Gyula-Firátóti Kastélykert óvodában főzőkonyha, mobilfallal leválasztható tornaszoba, valamint 6 csoportszoba kap helyet, a tetőtérben pedig öltözőket, nevelői szobákat és irodákat alakítanak ki. A tervek szerint a 2019-2020-as nevelési évet már az új épületben kezdheti meg az óvoda. A veszprémi városrész lélekszámban is folyamatosan fejlődik, sok a fiatal beköltöző, évente közel 40 gyermek születik itt, ezért is volt indokolt új óvoda építése, a bölcsődei csoport indítása. Az új óvoda építési költsége eléri a 800 millió forintot, a megvalósításhoz több mint 641 millió forint összegű, vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert el a veszprémi önkormányzat. Remélem, hogy azok a fák, amiket most ültetünk, gyorsan felnőnek, és a gyerekek ismét árnyas helyen játszhatnak. Az udvar az nagyon fontos volt számunkra. Maga a csoportszobák kialakítása is olyan, hogy az mindegyik az udvarra nyílik, és egy ilyen kis előtérrel, tehát a gyerekeket akár úgy ki lehet vinni az udvarra, hogy meg sem áznak, hiszen lesz egy előtető minden csoportszobához. A tervezéskor nem csak az volt a cél, hogy 21. századi, minden igényt kielégítő korszerű óvodák épüljenek, ugyanilyen fontos szempont volt a fenntarthatóság is, amely egyben kiemelt uniós elvárás. Az önkormányzata a működtető, és minden olyan, és a fenntarthatósági szempontok egyre fontosabbak, sőt, ugye van egy elszámolási kötelezettsége is az önkormányzatnak a források felhasználásával, ahol nekünk egyébként a fenntarthatóságot is előre kell, hogy vetítsük, és próbáltuk a lehető legenergiahatékonyabb megoldást megtalálni arra, hogy az önkormányzat költségvetését, hiszen ezt mi fizetjük, minél kevésbé érintse az épületnek a fűtése, világítása, maga az üzemeltetés. Sokkal fontosabb számunkra, hogy a tartalmi tevékenységekről is jusson inkább pénz, a gyerekeknek a játékaira legyen pénz, és ne a fűtés, világítás vigye el. Az uniós irányelveknek megfelelően az új veszprémi beruházások szolgálják a település lakosságát, a letelepülni szándékozókat, ezáltal szélesebb körül lehet a munkaerő mobilitás, és vonzóbb lehet a város a munkavállalóknak, ami további gazdasági növekedést eredményezhet. A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István szakgimnázium és szakközépiskolájában 4 szakmacsoportban informatika, villamosipar és elektronika, építőipar és épületgépészet területeken 400-an tanulnak. Az iskola kiváló eredményeivel, melyeket a diákok évek óta országos szakmai versenyeken érnek el, minden bizonnyal a hasonló képzési intézmények élvonalába tartozik. Számtalan fontos nemzetközi sikerrel büszkélkedhetnek, tanítványaik közül volt, aki a szakmák Európa-bajnokságán, illetve a WorldSkills-en is részt vett. Sőt, a WorldSkills magyarországi válogatóját az utóbbi 2 tanévben is Széchenyi is diák nyerte meg. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programnak köszönhetően a szakképző lehetőségei nemrég különféle rendezvényekkel bővültek. Emellett belső építészetileg is sikerült megújítani néhány teret. A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázatot a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum nyújtotta be és nyerte el. Az iskolán közel 50 millió forintot kapott ebből a pályázatból,
Ez a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése projekt, ez főképpen a lemorzsolódás csökkentésére szolgál. Különféle programok, rendezvények teszik lehetővé, hogy a tanulókat lekössük, illetve hogy a kompetenciájukat fejlesszük. A 4 alapkompetencia fejlesztésén túl a projekt változatos módon biztosítja a kitűzött célok megvalósítását. Az elnyert pályázat keretében szakmai kirándulásokat, tehetséggondozást, projekt és szakmai napokat, mentálhigiénés, illetve pályaorientációs foglalkozásokat is szervezhettek. Az elmúlt hónapokban számtalan program zajlott sikerrel. A legemlékezetesebbnek a szakmai látogatások bizonyultak, így a jövőben is számíthatnak hasonlóra a diákok. A szakmai kirándulások közül ebben a tanévben a gyerekek a Győri Audiban voltak, de szeptemberben fognak menni a Mercedes gyárba, a Kecskemétre, ez nagyon nagy sikerű volt, aztán konstrumás kirándulás is nagy sikerű volt, és a szakmai napok közül már egy része megvalósult, ilyen például belső terek világa, ami az intézmény szempontjából is hasznos volt, hiszen az aulánk újulhatott meg e projekt keretében. Péter Diána nem csak építészmérnök, mérnöktanár és a köműves szakma magyarországi expertje, azaz szakértője, de munkahelyén építész munkaközösség vezető is. Belső terek világa fantázia nevet adtuk ennek a projektünknek, és igazából egy már városépítészetben bevált mintát követtünk, ami azt akarja, hogyha engedünk a fiataloknak, hogy ők alakítsák az őket körülvevő tereket, akkor nem csak jobban kötődnek hozzá, vigyáznak rá, illetve jobban használják, hanem ez egyfajta közösség formáló erőként is tud működni, illetve önbizalmat ad azzal, hogy a többi társa is látja a saját kezemunkáját, amennyiben végeznek mondjuk intézményünkbe, sokkal szívesebben visszajárnak, hogyha egy olyan tér van, amit valamikor ők alkothattak. Diana azt mondja, látványos eredmények egyszerű és költséghatékony módon is elérhetők. Ez igazából egy Vazarellin alapuló optikai csalódásnak hívhatnánk, ugyanis ugyanakkor a négyzetek is párhuzamos vonalakból áll, de összetartónak tűnik, és kicsit megmozdítja a teret. Több alapötletük volt a gyerekeknek, és végül ezt valósították meg. Nagyon fontos volt ebbe, hogy én, mint koordinátor-tanár, ne mondjam meg, hogy mit szeretnének csinálni, hanem igazából teret tudjak nekik adni, és csak a korlátokat adjam meg nekik. A villamosipari ágazatban tanuló diákok ugyanekkora szabadságot kaptak a tér világításának megtervezésekor és kialakításakor. Az így létrehozott falfelület egy része vetítésre, a süllyesztett fülkék pedig tárgyak kiemelésére alkalmasak. A Széchenyiben júniusban zajlott az épületgépész projektnap is. Ez alkalommal a diákok egyebek mellett a modern csőkötési technikákkal ismerkedhettek meg. Ilyenkor az oktatás módja is eltér a megszokottól. Az oktatók tapasztalata szerint az újszerű megközelítés felkelti a diákok figyelmét. A diákok abban veszik majd a hasznát ennek az oktatásnak, hogy új technológiákat úgy figyelhetnek meg, hogy közösen veszünk részt a gyakorlati óra során, ahol közösen kidolgozva lehet kérdezni, lehet próbálkozni, anyagok állnak rendelkezésre, többször is ismételhetik a feladatokat, amit később a gyakorlati életben már, mint gyakorló emberek használhatnak fel. Az elnyert forrásnak köszönhetően az intézmény 17 millió forintot fordíthat eszközfejlesztésre is. A digitális táblák és számítógépek beszerzése valamennyi szakmacsoportot érinti. Gyerekzsivajtól hangos, élettel teli Sopron egykori patinás épülete az Eggenberg ház. A Soproni Múzeum élményközpontú közösségi tere egy belvárosi palotában működik. A macskakőben az utcafronton kapott helyet a gyermekmúzeum kiállító tere, az udvarra nyíló épületrészben pedig egy múzeumpedagógiai foglalkoztatóhelység. Egyre több foglalkozást szerveztünk gyerekeknek az évek folyamán, de ez nem volt semmilyen olyan helyünk, ahova őket igazán jól el tudtuk volna helyezni. Ezek a kiállításokban zajlottak javarészt, és egyébként részben még most is zajlanak, de azért nem mindig optimális feltételek között. Részben a gyerekeknek nem optimális, részben pedig a műtárgyaknak nem optimális, hogy ezek a két
dolog találkozik. Nagyon jó, hogyha van erre egy külön tér, ami egyébként aztán nem csak gyerekek foglalkoztatására alkalmas, hanem kisebb, nagyobb előadásokat, rendezvényeket le lehet bonyolítani, esetleg kis kamara kiállításokat is létre lehet benne hozni. Ez volt az ötlet, és aztán ehhez kellett egy megfelelő hely, amit Sopron önkormányzata biztosított számunkra, azzal, hogy a kormány csírájában megfogalmazott az a gondolat is, hogy ne csak egy gyermek foglalkoztatót, hanem egy gyerekeknek szóló múzeumi egységet, egy múzeumi részt is létrehozzunk, és ezt a kettőt nagyon jól így össze tudtuk kapcsolni egy épületen belül Sopronban, az Eggenbergházban. A Soproni Múzeum régi álma vált valóra az új projekttel, amelyet 9,5 millió forintos európai uniós és kormányzati támogatásból valósított meg. A múzeumok és levéltárak iskola barát fejlesztése és oktatási képzési szerepének infrastruktúrális erősítése című pályázat új kaput nyitott a fiatalabb közönség felé. Két típusú pályázatból valósult meg, az egyik az Emberi Erőforrások Minisztériumából jött, a másik pedig egy TIOP pályázat volt, egy európai uniós forrás, amely nagyjából azt a célt fogalmazta meg, hogy tudjuk a gyerekeket az iskolán kívül foglalkoztatni, mert valóban nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy ők ott megkapják azokat az alapismereteket és alap, hogy úgy olyan szolgáltatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikerrel tovább tanuljanak, ahhoz, hogy a személyiségük kiteljesedjen, ahhoz, hogy tulajdonképpen jól érezzék magukat, mert ez is nagyon fontos. Ahhoz kellenek olyan külső szinterek is, amelyek között ott van a múzeum, és egyre inkább ott van a múzeum. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek. Olyan tárgyakkal, olyan környezetbe kerüljenek, ami az esztétikai élményüket vagy érzéküket fejleszti, ahol nyilvánvalóan megismerkednek a történelemmel, de a saját hétköznapjaik történelmére gondolok itt most elsősorban, tehát a kisgyerekeket leginkább a saját környezetük történelmével lehet megfogni, és ez volt a cél itt, hogy ebbe bevezessük őket. És mondom, nem utolsó sorban, az, hogy érezzék jól magukat, ne úgy jöjjenek ide be, mint hogyha egy iskolai órának a kiterjesztése lenne, vagy itt új helyszínen folytatódna az iskolai órán, teljesen más foglalkozások, teljesen más körülmények várják őket, mint az iskolában, amit persze nagyon jó, hogy ott is várja őket valami. A műtárgyakat rövid leírások, érdekességeket felvillantó szövegek kísérik. A macskakő különlegessége, hogy a tematikusan elrendezett tárlók mögött egy belső interaktív tér nyílik meg, ahová be lehet bújni, ahol a kicsik érzékszerveiknek megmozgatásával és játékos feladatok segítségével játszva tanulhatnak a kiállító térben. Lakomázhatnak egy ókori ebédlőasztalnál, múltszázadi játékokkal játszhatnak, de beülhetnek egy 100 éves iskolapadba is, vagy kipróbálhatják, hogyan öltözködött hajdan egy velük egykorú gyermek. A Macskakő Gyermek Múzeum, a Soproni Múzeumnak ez egyik fontos telephelye, amely közösségi tér is egyben, egy agóra, amely befogadó, és itt a soproniaknak, vagy a Sopron környékieknek igyekszik egy olyan kulturális tere lenni, ahol termet lehet bérelni, lehet csoportokat fogadni. Természetesen a múzeum az ideérkező kiállításban a múzeummal is ismerkedni szándékozó legkülönbözőbb életkorú gyerekeknek és felnőtteknek, fiataloknak, kamaszoknak kínál érdekes foglalkozási programokat mindenféle témában, de igyekszik a helyi programokhoz is mindig kapcsolódni, és a város vérkeringésében, kulturális vérkeringésében részt venni. A tárlaton a gyermekek napirendjéhez, így többek között az alváshoz, tisztálkodáshoz, öltözködéshez köthető egykor használt tárgyak jelennek meg. Ezek a múzeum különböző gyűjteményeiből származnak, és hagyományosan tárlókban kapnak helyet. A római kortól kezdve napjainkig. Egy ilyen múzeumpedagógiai órán, aki még nem járt nálunk, az egy kincskereső játékban felfedezi az egész múzeumot. Ezt a picikek is kicsi múzeumot, amely Eggenberg hercegnőnek a kincses tára volt, az ő palotája, és ezeket a kincseket, amiket mi ugye a múzeumban műtárgyaknak nevezünk, ezeket képek formájában a kezükbe kapják, és akkor bejárják a kincsestárat, és megkeresik, hogy melyik az ő tárgyuk, és miről mesél. Arról is beszélgetünk, hogy ezek a tárgyak, ezek arról hordoznak történetet, hogy éltek régen a gyerekek, a felnőttek, és hát ez a profilunk itt a Macskakő Gyerek Múzeumban, hogy úgy hozzuk közel a tárgyakat, mert a múzeum a tárgyakat mesélteti tulajdonképpen, hogy
helyzetbe hozza. Tehát nálunk az egyik különlegesség, hogy a régi tárgyak mellett ott vannak a mai tárgyak, például egy Converse tornacipő, vagy pedig egy mai szilikon karóra, vagy egy olyan szilikon kulacs, amit mindenki használhat, és mindenki ismer, és ez ennek a lényege, hogy a régi aranyozott tányér mellett ott lássa Hello Kitty-s tányért például, és össze tudja hasonlítani, hogy anyagában, színében, formájában, mintázatában mi az, ami változott az idők során, lehet, hogy 2000 év alatt annyi minden változott, hogy ez, erről így érdemes beszélgetni, meg hát ott van maga a tárgy és a kép, ami magát mesélteti. A szakemberek szerint a felnőttek és a gyerekek tárgykultúrája sokszor nagyon szegényes. Míg óvodás korban még intenzív kapcsolatban állnak a tárgyi világgal, folyamatosan figyelik, tapogatják, értelmezik a körülöttük lévő tárgyakat. Ez a kapcsolat az iskolás időszakra elszegényedik, sokkal fontosabbá válnak a kommunikáció verbális és különösen az írásos formái. A múzeum látogatóit pont a tárgyak közelsége ragadja meg. Én egy ilyen rózsaszín hosszú ruhát vettem fel, nekem nagyon tetszett, mert mostanában nem ilyen ruhákat hordunk, hanem másokat. És jó volt, hogy meg felpróbálhatjuk, hogy milyen volt régebben a ruhák. Régiségeket néztünk a római korból, és lehetett öltözködni is, és a fiúk kardot kaptak, és tudtunk játszani régiségekkel, és kaptunk egy képet, és azokat fel kellett kutatni, hogy az milyen tárgy. Voltak ilyen végig tányérok, nekem azok tetszettek. Ilyen, gondoltam az egyik, hogy nagyon nehéz volt, mert ilyen vasból, vagy nem tudom miből volt. Érdekes bál tartottunk, ami nagyon régen volt, meg ilyen nagyon régi dolgokat láthatunk. A Macskakő Gyermekmúzeum nagyon népszerű a látogatók körében, de a szakma is felfigyelt az intézményre, amely néhány év alatt több elismerést is kapott. A múzeum pedagógiai nívódíjunk az első, amelyet 2017-ben kaptunk, és 2018-ban pedig az év kiállítása díjat kaptuk meg. A múzeum nem csak a soproniak előtt áll nyitva, szívesen fogadják a városba osztálykirándulásra érkező diákokat is. A belvárosi séták mellett a Macskakő Gyermekmúzeum tartalmas kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek.